Zolcser Jánossal, kedves barátommal, egykori kollégával, televíziós producerrel, tudósítóval, mostanában pedig könyvek szerzőjével beszélgetünk. Ugye a te élettörténeted a Felvidéken indult, hogyha úgy tetszik, az a egykori Csehszlovákia területén, de hogyan lett egy felvidéki kisrácból televíziós producer, akinek lényegében több mint 20 országban volt közvetítői, tudósítói hálózata? Hát nagyon egyszerű, hogy 16 éves koromtól folyamatosan írtam, firkáltam a cikkeket, aztán elvégeztem az iskolát, elkerültem Pozsonyba, újságíró lettem, onnan pedig 30 éves koromban, 1986-ban azt mondtam, hogy elég ebből a világból, kicsit szabadabban, többet szeretnék, disszidáltam Németországba, ott két évvel később alapítottam egy filmprodukciós irodát, és még két évvel később már 22 országban volt 200 munkatársam, és filmeket készítettünk. Ehhez sok-sok munka, sok-sok bátorság, sok-sok szerencse kellett, nem látok benne semmi furfangosságot, főleg az, hogy kihasználtam a rendszerváltás idejét 89-ben, amikor ez úgy kézenfekvő volt és igény volt rá. Hát ez egy nagyon mozgalmas időszak volt, főleg itt a kelet-európai blokkban. Ó, végtelenül, hiszen akkor itt olyan események zajlottak, amik valószínűleg még sok-sok éven keresztül, vagy évszázadokon keresztül is emlegetni fogjuk, hogy véget ért egy nagyhatalom uralma Kelet-Európában, megszűnt a hidegháború, egy teljesen szabad, más, globális világban kezdtünk el, vagy élhettek az emberek, és ezt végigkövetni, ennek a belső mozzanatait, azokat az embereket megismerni, akik ezt a lehetőséget biztosították a világ számára, ez a világ legnagyobb ajándéka volt. És hát te megismerted ezeket az embereket, hiszen Gorbacsovtól Bush elnökön keresztül Arafatig nagyon sok mindenkivel találkoztál, és ezek nem csak egy ilyen pár perces találkozások voltak, hanem több napot töltöttetek együtt, és úgy készültek a filmek. Igen, mert amikor 2000-ben elhatároztam, hogy szeretném megismerni ezeket az embereket, akkor azt is mondtam, kimondtam magamban, hogy nem csak úgy, hogy egy készfogásra, egy kávé erejéig, hanem úgy, hogy náluk lakjunk, együtt éljünk, legalább 3 hetet együtt eltöltsünk, minden nap találkozzunk, hogy alaposan megismerjük őket, és utána még megfejeltem ezt azzal, hogy a riporter ne én vagy valami újságíró legyen a szakmából, hanem egyenesen legyen ez Gorbacsov, aki egyenrangú fél velük, mindenkit ismer, a nagy tárgyalásokon mindenkivel ott ült, tehát egy olyan személyt képzeltem oda, aki egyenrangú ezekkel a nagy politikusokkal. Hogy keresi meg egy ember Gorbacsovot egy ilyen munkára? Viszonylag egyszerűen ment, mert Münchenben laktam, és a szomszédomban lakott egy kecskeméti származású média személyiség, a Ferenci Jóska. Jóskának megemlítettem, hogy készülök egy ilyen sorozatra, jó lenne találkozni Gorbacsovval. Róla tudtam, hogy ő nagyon jó baráti viszonyban van a Genscherrel, a német külügyminiszterrel, akiről meg tudtam, tele volt mindig az újság, hogy a Gorbacsov jó barátja. És mondta neki, Jóska, szólj már a barátodnak, hozzon össze a Gorbacsovot. Abban a pillanatban felemelte a telefonát, és 10 percen belül megvolt az időpont, hogy Bécsbe találkozunk. Találkoztunk, beszélgettünk, és elindult egy kapcsolat. És hogyan fogadja mondjuk egy George Bush, amikor megmondod neki, hogy hát beszeretnétek költözni hozzá, és úgy elkészíteni a filmet? Mindenki nagyon jól fogadta, mert mindenki érezte, hogy ez egy olyan digitális emlékmű róluk, és ez volt az első, amit mindenkinek elmeséltem, hogy ez nem egy szobor, amit ledönteni lehet később, és amit darabokra lehet vágni, ez egy digitális emlékmű, ami valószínűleg a digitális világunkban sokáig megmarad, és olyan lehetőség, hogy a Gorbacsov a másik világhatalom vezetője, interjúja, beszélget vele, az teljesen más dimenziót is kölcsönöz a műfajnak, így aztán mindenki, egyetlen ember volt a Lech Walesa, aki megkérdezte, hogy hát ki az a Gorbacsov, volt az, aki furcsán állt a dolgokhoz, más mindenki kinyitotta szívét, lelkét, házát, nem volt probléma senkivel.
Mi volt a tanulsága ennek a sorozatnak? Azt, hogy a világ nagy dolgait végtelenül egyszerű, végtelenül közvetlen módon, nagyon emberi viszonyokkal lehet megváltoztatni. Tehát a Gorbacsov jött, látott, győzött, abba a környezetbe, ahol ahhoz volt szokva a világpolitika, hogy az emberek, politikusok nem barátkoznak, főleg nem kelet és nyugat, nem beszélgetnek egymással, a tárgyalásaikat megpróbálják nagyon hivatalosra, nagyon szűkszavúra fordítani. És Gorbacsov jött, levetette az akóját, üljünk le és beszélgessünk. Majd tárgyalunk után, először ismerkedjünk. És úgy állt hozzá az egész világhoz, a világpolitikusokhoz, legyen az a pápa, a Bush elnök vagy a német kancellár, hogy beszélgessünk, mit szeretnél, hogy lenne jó. És minden problémára, akár legyen az a német egyesítés, berlini fal, a hidegháború, a magyar atomtöltetű rakéták, volt megoldás, megoldotta és megtette. Asztalon lévő könyvek közül az egyik az ilyen two-in van, tehát ebben két könyv van. Az egyik a Gorbacsov titkai, ami most már a második, harmadik kiadását élte meg. Ez ugye a te visszaemlékezésed a közös munkára és a közös barátságra, hiszen azért ez egy barátság lett a közös munkából Gorbacsovval. Igen, megpróbáltam ebben a nagyon vaskos könyvben egyrészt bemutatni Gorbacsovot, hogy hogyan lesz egy parasztfiúból király. Elkísértem őt a szülőfalujába, ami 2000 kilométerre van Moszkvától, körülbelül annyira, mint Miskolc. Azt, hogy lehetséges, hogy az álmokat valóra lehet váltani, hogy bármilyen messziről, bármilyen mérőről jön az ember, a csúcs akkor is elérhető. Másrészt bemutattam azt, hogy ezzel a közvetlenségével, nagyon-nagyon őszinte emberi magatartásával megnyerte a világ politikusait, és hittek benne, és elindult a leszerelés, a világ megváltoztatása. Tehát benne van a kor, benne van az, hogy Moszkva mennyire irányított, és benne van az, hogy hogyan is gondolkodnak a cárok, hogyan gondolkodnak a hivatalnokok Moszkvában, milyen az egész rendszernek a mechanizmusa, az elmúlt 100 évben hogyan működött, hogy minden cárt, és főtitkár és elnök megpucsoltak, és most is megfognak valószínűleg. Tehát, hogy 100 év alatt a Kremlben nincs új a nap alatt. Pontosan az elmúlt év történéseiből, vagy évszázadból ki lehet számítani azt, hogy nagy valószínűséggel mi történik holnap. Gorbacsov ugye az elmúlt 20 évet, hát mondjuk úgy, hogy ilyen belső emigrációban töltötte, tehát Oroszországot nem hagyta el, de hát azért meglehetősen mellőző volt. 30 évet ugye, mert 91-ben mondott le, nagyon mellőzve volt egy jó ideig, amikor 90 után lemondott, nem volt útlevele, se Jelcin elvette, $2 volt a nyugdíja, megszüntették minden juttatását, tehát nagyon inséges időkben élt, aztán jött Putin, az kezdetben még egyfajta nagykövetként szerette volna őt kezelni, aki a világon képviseli Oroszországot, ez se jött össze. És aztán már annyira fajult a viszony, hogy Putyin nem is fogadta őt, nem is beszéltek éveken keresztül, mikor meghalt tavaly, nem kapott állami temetést. Putyin nem kívánatos személynek ítélt meg a világ politikusait, ne jöjjön el senki. Tehát hazárulónak tartották, és ezt most már ki is mondják róla nyíltan. Azért, ugye, mert a Szovjetunió felbomlását azt az ő nevéhez kötik. Igen, mert ő volt az, aki lehetővé tette azt, hogy a puskák ne süljenek el, amikor az emberek a saját szabadságvágyukat akarták. De ez elsülhetett volna Magyarországon is. Ha innen nem mennek ki a szovjet katonák, nem viszik ki az atomtöltetű rakétákat, mint Gorbacsov parancsára, akkor nem hiszem, hogy ma itt ülnénk. És ugyanez történt bár nagyon-nagyon sok országban a világban. Ő mindenkinek azt mondja, az önrendelkezés a titkezetekben van, többet ne várjátok, hogy Moszkva mondja meg, ami legyen. 12 hónapja, több mint 400 napja tart a orosz-ukrán háború, és ugye a könyvnek a főcíme ez, hogy háború. Gorbacsov megélte még a háború elejét. Mit gondolt ő erről a mostani konfliktusról? Azt, hogy ez testvérháború, ahogy a könyvnek az alcíme is,
Ugyanis a Gorbacsovnak az apja orosz, az anyja ukrán volt, a feleségénél Rajszánál pont fordítva, és ebbe a cipőbe több millióan járnak most ebbe a térségbe. Testvérháborúnak tartják, aminek nem szabad lett volna megtörténnie, aminek sehova nem vezet, és Gorbacsov is már a háború kezdetének második, harmadik napján kiadott egy nyilatkozatot, hogy óvjuk az emberi életet, mert az a legértékesebb. De hát kihallgatott egy 92 éves idős beteg emberre, akit gyakorlatilag hibásnak, vagy pontosan bűnbaknak tartottak azért, mert kitörhetett ez a háború. Ma a Moszkva azt állítja, ha a Szovjetunió lenne, akkor nem lenne háború, akkor a világ úgy táncolna, ahogy mi mondjuk, de Szovjetunió nincs, ez a Gorbacsov hibája, ezért aztán Putyinnak újra kötelessége helyreállítani a nagy birodalmat. A nagy szovjet birodalmi álmok mellett mit gondolsz, hogy ez a háború ez meddig tartott? A fegyverropogás is valószínűleg még sokáig, de van egy másik nagy gond, ugye, hogy meddig tart majd a szívekben a háború. Hiszen azok az emberek, ukránok, oroszok, akik együtt éltek, vagy akár nem is éltek külön országban, de testvérnek gondolták magukat, most egyszerűen mindazt mondja, és ezt írom a könyvemben is, hogy soha többé ezt a testvériséget. Tehát a szívekben úgy, ahogy Jugoszláviában, a jugoszlávi nemzeteinek szinte mindegyikének még ott a bicska a zsebébe is ki van nyitva, ez fog történni Ukrajnában, meg Oroszországban is. Mi lesz Kárpátaljával, az ott élő magyarokkal? Azt szeretném, hogyha semmi pontosabban, semmi rossz vagy rosszabb nem történne, de hát egy pici kis népcsoport, amelyről például a Gorbacsov sem tudott annak idején, én meséltem neki, valószínűleg Putyin se tud. Mindig annak a nagyhatalmi acsarkodásnak, marakodásnak mindig megitta vagy megissza a levét, ott a határok aztán tényleg nagyon változnak. Van Kárpátaljában egy falu, Szlovákia és Ukrajna között, Kis- és Nagyszelmenc, ahol én sokat jártam. Ez egy magyar falu, egyik fele tartozik Ukrajnához, másik Szlovákiához és magyarok. És a falut 45-ben úgy tették, úgy választották ketté, hogy a falu közepén egy házat lebontottak és azt húzták meg a határt. Na most egy konfliktus, egy határ az mindig csak újabb konfliktushoz vezet. És az eredménye az lett akkor, hogy a két falu közt élő testvérek, rokonok nem beszélhettek 45 éven keresztül egymással. Tehát ez a konfliktusok eredménye. Mi lesz velük? Csak bízni lehet, hogy nem rosszabb. Nehéz lesz ennek a beszélgetésnek pozitív végszót találni, viszont azért arról még beszéljünk, hogy van-e Putyin utáni Oroszország, és hogy ha van, akkor az hogy néz ki? Két dolog van, egyrészt Oroszország, ugye az Oroszország, vagy az Orosz Föderáció, ahogy ma nevezik, amiben megint sok-sok nemzetiség tartozik. Talán kevesebb maga az orosz nemzetiségű az Orosz Föderációban, mint a egyéb. Tehát itt két kérdés van. Egy, Putyin után véleményem szerint lesz Oroszország, de hogy lesz-e Orosz Föderáció, ez egy nagy kérdés. Mert sokan azt jósolják, hogy ez előbb-utóbb szét fog esni, hiszen megint csak nem egy homogén nemzetből áll, hanem nagyon-nagyon sok nemzetiségből, akik újra azt mondják, hogy ebből elég volt. De ez természetes dolog. Ha néhány embert összezárnak, akkor abból, ha megérzik a szabadság ízét, akkor mindenki ki fog törni. Putyin után pedig azba biztos vagyok, hogy egy Gorbacsov-féle típusú figura nem jön, mert ő most az utálat tárgyát képezi, ő a hazaáruló, ő az oka mindennek, tehát ez akkor még nem tudja megengedni magának, hogy egy olyan személyiség jöjjön, mint Gorbacsov, talán majd valaha egyszer. A 100 évre visszatekintve azt kell mondanom, hogy mindig rosszabb jött, mint az elődje volt, akit megpucsoltak, tehát nem hinném azt, hogy majd most Putyin után olyan jön, aki azt mondja varázspálcával vége a háborúnak és vissza mindent. Viszont akkor mi oszhatja el a háborúnak a végét? Függetlenül attól, hogy Gorbacsovról beszélünk, én azt írtam a könyvemben, hogy egy új Gorbacsov, pontosabban egy olyan szemléletű politika és politikus,
aki képes belátni azt, hogy hibáztunk, és ez így nem mehet tovább. Gorbacsovnak volt egy elmondata, állj, ez így nem mehet tovább. Nagyon egyszerű volt. És ezt megvalósította, megállította, és másképp csinálta. Ezt kérem a ma is. De ez a kérdés, hogy van-e ilyen. Kinek ajánlod a könyvet? Mindenkinek, fiatalnak, idősnek, mindenkinek. És hogyha fölajánlanám például a zsolcaiaknak is, hogyha zsolcai megveszi, akkor kedvezményesen 9000 forint helyett 7000 forintért tudnám adni, hogy minél többen olvassák és ismerkedjenek meg egy sorssal, egy lehetőséggel. Hát, ha valaki közül majd előbukkan egy új Gorbacsov, akinek az lesz a szemlélete, hogy állj, ez így nem mehet tovább. Megvan a pozitív végszó. János, köszönöm szépen. Köszönöm.